Az új szandaszőlősi telephelyhez készül ez a bútorlap, egyelőre a Jósika úton. Étkezőasztal lesz belőle, hogy legyen hol ebédelniük majd az ott dolgozóknak. A munkalehetőség a Jövőért Nonprofit Kft. 15 éve foglalkoztat közmunkásokat, például városi padokat újítanak fel. Ezt a József Attila útról hozták be, de szinte napi rendszerességgel kerülnek hozzájuk sérült padok. Értelmes, hasznos, értékteremtő munkát is végeznek. Ilyen lehetősége lesz márciustól 10 hajléktalannak is. Egy belügyminisztérium által kiírt pályázat segítségével egy éven keresztül foglalkoztatják majd őket. Van egy 459 négyzetméter nagyságú csarnokszerkezet. Ezt a csarnokot kell felújítaniuk, lefesteni, mázolni, rozsdátlanítani, illetve ezen a területen, amely több mint 11 ezer négyzetméter, körülbelül ennek a felén, 4-5 ezer négyzetméteren évelő növényeket fognak termeszteni. Ezekből a város már rendelt 10 ezer darabot, melynek felét még az idén előkészítik, ápolják, majd a növényeket kiültetik a parkokba. A megrendelt növények másik felét 2017-ben telepítik.